Jól van, Dudó, jól van, köszönjük. Yeah.
talán. Thank you.
szép jó napot kívánok mindenkinek. Nem tudok megszólalni, mert nekem is nagy öröm, hogy a munkatársak és a pedagógus társak a kedves diákoknak egy ilyen műsorral készültek, és már ennek volt főpróbálja, de az igazi megjelentet, és itt a nyolcadikosok előtt történik. Tisztelt vendégeink, kedves szülők, nagyszülők, rokonok, és kedves valakó diákjaink. Néktek van ma ez a nap, tiétek az ünnep. A szó, a könyv, a mosoly és a világ. Körétek ülik szinte a világ, és mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Az élet, mely jutalmaz és büntet, és melyben az ember örökké diák, most jelképezi egy júniusi ág, és halljuk, reménytől szívetek, hogy ütje. Szép lassúsággal búsan szól az ének. Fölfölöttem, elszáll, tétovász. A sok kopott pad integet felétek. Tán könyv is csordul, nem túl jóká. Elsápadva a messzeségre néztek, s szívetekben fölszem, hogy tovább. Eljött ez a nap, amit talán egész évbe vártatok, és amikor búcsot intetek régi iskolátoknak. Ma még el fognak köszönni tőletek, diáktársaitok, tanáraitok is. Most rajtam a sor. Mit is mondhatnék nektek, hogy a csepő, botló, iszkőmozgó, 100-110 centis apróságból ifjú emberekről váltatok. Persze ez igaz, aki még emlékszik az első iskolai lépésetekre, bizony elérzékenyül. Móni néni, Kati néni, Erik néni, Zsuzsa néni, amikor megfogta a kezeteket, pontosan tudta, hogy 8 év múlva itt a kisgyermek helyen egy értelmes, gondolkodó ifjú áll majd, a szülők, barátok, rokonok, és az egész iskola előtt. És bármi hihetetlen, ezek az ifjak ma ti vagytok. Tavaly még kicsit irigykedve néztétek a ballagó nyolcadikosokat, és ma titeket ünnepülünk. Ünnepülünk? De miért is? Hogy befejeztétek az általános iskolát a legjobb tudásotok, tehetségetek szerint, és eleget tettetek a 8 év folyamnak. Benneteket ünneplünk, akik az elmúlt években minden arctokat megmutattátok. Láttunk benneteket megszeretett, félős, izgulós, kevesebb diákot, vidám, felszabadult, időnként harsány kisgyereknek, kamasznak, ügyes, büszke, sikeres sportolónak, tehetséges zenésznek, versmondónak, felelős diákönkormányzati képviselőnek, a világ dolgairól komolyan felelősséggel gondolkodó fiatalnak. Voltak persze boros pillanatok is, intő, dorgálás, hangoskodás, mindez szerencsére már volt. Sokkal jobb volt, hogy láthatunk benneteket egymásért izgulni, küzdeni, és láthattuk, hogyan segítetek a társaitoknak megélni a helyes utat. És sikerült bizonyítanotok, hogy éltek a lehetőséggel, hogy a befektetett munka eredménnyel zárul. Az egy osztályba került gyerekek 8. év végére közösséget alkottak. Ti mondtátok tegnap, ilyen többet nem lesz, de én kívánom nektek, hogy legyen, de amit most magatok mögött hagytok, sose felejtsétek el. Az ünnep egy pillanatig tart csupán. Tudnotok kell, hogy újabb megmérettetések következnek. Ma egy meghatározó korszak zárul le életetekben, s véget ér. Az általános iskola mellett talán a gyerekkorotok is. Ha megkérdezitek a hozzátok közel álló felnőtteket,
Hallhatjátok, hogy az ember életében ez egy meghatározó élményekkel, emlékekkel párosul a gyerekkorhoz, és erre támaszkodni és sörülteni lehet egy egész életen át. Közületek ebben nagyon szeretnétek az időt sietetni, felmenté élni, érni. Ne rohanjatok, az élet megvár. Vigyázzatok a fiatalságotokra, a szépségetekre, a hangosságotokra, adjatok időt magatoknak a világ megismerésére. Tanuljatok, tanuljatok még sokat, de nem csak az iskolai tananyagot. Tanuljátok meg helyén kezelni a dolgokat, tanuljátok meg megadni a módját az eseményeknek, bár ez sokszor nehéz, és néha nekünk se sikerül. De amit így módon hátrahagytok, arra büszkék legyetek, hiszen gazdagabbá teszitek a környezetet, és nem utolsó sorban önmagatokat. Tanuljátok meg, hogy az ünnep nem csak szép ruha dolga. Először a lelketeket kell felöltöztetni. Tanuljátok meg, hogy emberhez méltóan viselkedik a mindennapokban. Közönséges ember az ünnepen sem tud kibújni a bőréből. Egyszerűen nem hiteles. Tanuljátok meg vigyázni a mások által létrehozott értékekre, becsüljétek meg azokat, és teremtsetek magatok is értéket. Tanuljátok meg felelősséget vállalni önmagatokért. Ne keressétek a kidúgót, ne hárítsátok a felelősséget másokra, hiszen tudjátok, az utat meg lehet ugyan mutatni, de menni mindenkinek magának kell. A következő években mindannyian új közösségbe kerültök, melyet nagyon vártok, de nyilván egy kis félelem is van bennetek. Elfogadnak-e? Be tudtok-e illeszkedni? Meg tudtok-e felelni az új követelményeknek? Remélem. Aztán összekovácsolódik az új közösség, mely legalább ugyanolyan fontos lesz számotokra, mint a mostani, és hogy ez nem lesz könnyű, ez ígérhetem. Búcsút vesztek a hirdes diáktévektől, és egy kicsit az eddigi életetektől is. Vegyétek számba mindazt, amit elértetek, és azt is, ami nem sikerült. De nézzetek előre, hisz a jövőtől célokat határozza meg az új utat. Most kinyílt a kapu. A szélesre tárt ajtókon máskor rohanva szaladhatok két tanítás után. Ma lehet, hogy nehéz léptekkel mentek el. Visszatart benneteket minden és mindenki. A barátok, az iskolatársak, a tanárok, a konyhás néni, Magdi néni, a portás bácsi és az összes iskolában dolgozó. Valamint az épület minden zegezőben. Talán hiányozni fognak az órák, vitathatatlan hangulatai, az órák előtti gyors tanulások, a délelőtti perspő élet, a síri csend, amikor a napot lakozzák a tanárok. Búcsúzunk hát ma, kiléptek egy tágabb világba, a hírviskola csengője utoljára szólva meg nektek, és talán utoljára fel sohajtotok. Lére, kicsengettek. Köszönetet kell mondanom magam és tanártársaim, munkatársaim, szüleiteknek, hogy tisztelt bennünk és az iskola szellemiségében, hogy jó irányba tudunk benneteket segíteni, terelni. Nem csak a tanórákon, hanem az együttizgult versenyeken, a nyolcadikosok továbbtanulási időszakában is. Szép dolog kifaragni egy szobrot, életet adni neki, de még szebb kiformálni egy ember életet, és azt megtölteni igazságot. Kívánom nektek, hogy ne tévedjetek el, hogy meg tudjatok felelni az új követelményeknek. Kívánom, hogy az élet elétek kerülő nehézségeket le tudjátok küzdeni, hogy azok megerősítsenek. Hiszem, hogy ez az itt eltöltött idő nyomot hagyott lelketekben, s remélem az értelmetekben is. Búcsúzom tőletek, pedagógus társaim és diáktársaitok nevében. Most, amikor elvesztjük a kezeteket, tudnotok el, hogy hiányozni fogtok, és továbbra is számíthatok rá.
Kosztolányi szavaival búcsúzva, azt akarom, hogy tisztán és fehéren legyetek hídon és bársonyba járok, és kezetekben egy nagy-nagy aranyére hódítsátok meg az egész világot. De azt gondolom, hogy teljesen ballagásra való azért, mert amit jelent és amiről szól, az a felnevésről szól, szóval azért gondoltam, hogy ezt adnám elő az eredeti terv helyett. Gosh.
Reméljük, Sándor versével köszön a levallagoktól. Reméljük, Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a napaltól este, a színektől, ha szürke porba lette, a csendtől, mikor hangzavarta fel, a hangtól, mikor csendbe halkul el. Minden szótól, melyet kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk, minden sebtől, mely fáj és égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett. Az álmaitól, mit nem teljesülnek, a lábaitól, mit lassan kívülnek. A tűnőtájtól, mit a vonatról láttunk, a keményoktól, mind megáltalálunk. Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz, minden csönd más, minden könyv, vigasz. Elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő, nem utána. Sokszor könyünk se hull, szívünk se fáj, hideg elhagy az elhagyott táj. Hogy eltemettük, róla nem tudunk. És mégis mondom nektek, valamitől mi mindig búcsúzunk. Sok sikert nektek a jövőben,
Szeretett tanárjainknak pedig sok kitartást kívánok a leendő tanítványaik betanításához. Mondjuk, ha nálunk nem tölti mindenki az összes haját, akkor máshol sem lesz nagy gond. Kellemes nyarat, sok pihenést és tudást mindenkinek! Drága tanárok! Köszönjük a törődést, a támogatást, a sok nevetést, és még meg annyi más olyan dolgot, amit nem tudunk szavakkal kifejezni. Köszönetet szeretném mondani tanárainknak, hogy tanulni nem akarásunk időszakában is bíztattak minket, sokszor szüleink helyett is szülők voltak. Válaszolni, sajnáljuk, hogy meg annyiszor végig kellett hallgattatok egy-egy szülői, hogy milyen csinttel is hajtattuk végre, de mentségükre legyen szólva, hogy a felére nem is tudtok. Köszönjük, hogy 8 éven át, még a pályaválasztásnál is segítettetek minket, még abban a pillanatban is, amikor lehetetlennek tűnt. Drága diáktársaim! A 8 év alatt számtalan élményben volt részünk, melyekre a mai napig olyan frissen emlékszünk, mint a tegnap történtek volna. Rengeteget kacagtunk, sokszor akkor is, amikor nem volt érteni való. Kacagtunk, amikor valakit épp leszítlak. Kacagtunk, amikor az osztály 3/4 kettes dolgozatot írt. Kacagtunk, amikor valamelyik tanárunk 101-re is ismételte, hogy most már igazán el kell kezdenünk tanulni. És bár jelenleg is kacagunk azon, hogy végre áll valamit, fájó szívvel mondunk búcsút, vagy jövőben töltött éveinknek.
kellett figyelmüket. További kellemes, megint ünnepést kívánok. Viszontlátásra!